Első felindulásból nem szabad videót forgatni. Soha. És azt hiszem, ezt fel kéne írnom pirossal. Sziasztok! Itt Csermák Szabolcs, etikus hacker. Ez pedig a csütörtöki hack egy extra, hát talán most már szombati kiadása lesz. És ennek az egésznek az apropója, az a legutóbbi videóm, amiben az indexes cikket, illetve a nemzeti konzultációs oldalon feltárt sérülékenységet boncolgatom. És azt gondolom, hogy ha van ahhoz arcom, hogy hetente kiálljak elétek, és osszam az észt úgymond, akkor igen, ahhoz is kell, hogy legyen a harcom, és azt is megérdemlitek ti is, és hát legfőképpen a szakma, hogy kiálljak elétek, és elmondjam azt, hogy hülye voltam. Nagyon. A videót ugyanis hideg fejjel másnap végignézve, hát elgondolkoztam néhány dolgon. Az egyik az, hogy a távoli kódfuttatás, ugye amire azt mondtam, hogy hát ha van távoli kódfuttatásod, akkor úgy is ki tudod nyerni ezeket az információkat, az ennél egy kicsit bonyolultabb dolog. Ugyanis mi van akkor, hogyha egy szerveren több weboldal fut, és egy másik weboldalban van a sérülékenység. Akkor, miután ez a weboldal kiköpte magából az adatbázishoz tartozó paramétereket, a másik weboldalon van egy ilyen sérülékenység, ezért a másik weboldalról tudok becsatlakozni ennek a weboldalnak, mondjuk az adatbázisára. Úgyhogy igen, való igaz, hogyha a szerveren bármelyik hostolt weboldalon van egy RC-je, akkor ott bizony ki lehet használni ezt a sérülékenységet. És hát látni kell azt is, hogy az a stílus, amiben előadtam, meg ez a szakértőzés, ez a szakértő szóval való életszerűdés, ez hát baromi nem volt elegáns, főleg hideg fejjel átgondolva, hogy milyen hülyeségeket is tudtam mondani. Ugyanakkor látni kell azt, hogy az egész ügyet egyetlen kép, egyetlen kiszivárgott kép alapján kellett megítélni. És egy kép alapján nem tudsz igazából jó döntéseket hozni. Nyilván fel tudod használni az eddigi tapasztalataidat, vagy azt a területet, ahol te igazából dolgozol, és abból az egy aspektusból megvilágítod a dolgot, és hozol egy döntést. És igazából ez egy nagyon nagy hiba volt a részemről, hogy én egy oldalról vizsgáltam meg a saját oldalamról, hirtelen felindulásból, ahogy mondtam, holott sokkal inkább ezt az egész kérdéskört kicsit át kellett volna gondolni, leülni egy fél órára tényleg átgondolni a lehetőségeket, meg hogy mivel járhat, és akkor valószínűleg egész más véleményre jutottam volna. És kezdjük azzal, ami a legegyszerűbb. Az egyik ilyen tévedésem ugye az RCE volt, amit nem gondoltam át, a másik pedig ugye az S-core injection, amire mondtam, hogy igazából ott akkor lehetne érdekes a dolog, hogy lenne valami lekérdezés. És például én az fölött átsiklottam, és nem is tudom, hogy leellenőriztem-e, vagy csak rosszul, vagy mi történt, hogy van benne lekérdezés, hiszen az e-mail címet ellenőrzi, hogy te már kitöltötted-e ezt a kérdőívet. Úgyhogy akár elvileg ott lehetne is egy SQL-i sérülékenység, ugye akár, és elvileg, és lehetne. És ha visszaolvasod a cikket, akkor igazából azok a szakértők, vagy szakértő, aki nyilatkozott az újságnak, hát ők sem mondták azt, hogy itt már pedig van egy sérülékenység, hanem elmondták az ő szempontjukból azt, hogy igen, itt lehetne, ez kihasználható lehet, de minden feltételes módban. Amit én viszont a videómban nem tettem meg, tehát én izomból toltam át a saját felidegelt véleményemet, ami nem volt helyes. Egyébként SQL-i akár az insertnél is lehetne, bár MySQL esetén ez nem annyira triviális és elég korlátozottak a lehetőségek, tehát ahhoz, hogy mondjuk azon keresztül adott kinyerjünk, az úgy tudnám elképzelni, hogy nagyon-nagyon sok rekordot kéne beszúrni, amiben valahogy belerakni ilyen alszelekteket, de mindegy, nem menjünk bele, mert a végén még belefutok valami, megint, hogy hülyeséget mondok, mert ezzel csak most kezdtem el így kattogni és gondolkozni. Beszélgettem több kollégával is, és igazából az jött ki a beszélgetésekből, hogy valóban ez a videó, ez elhamarkodott volt. És ami talán a legnagyobb probléma, az az, hogy ugye csak egy oldalról világítottam meg a dolgot. Holott azért meg kéne különböztetnünk a sérülékenységvizsgálatot és a pentesztet. Ugye a sérülékenységvizsgálat esetén, hogyha azt látom, hogy itt van egy sérülékeny szoftververzió, akkor azt jelenteni kell, hogy hoppá, ez sérülékeny, és
ekkora, meg akkora a hatása ennek a hibának, de ugyanakkor nem nézik azt meg, hogy azon az egy vason valóban kihasználható az a hiba, vagy nem. A pentestnél viszont megnézik. És ahogy egy kedves ismerősöm fogalmazott, én erősen fölvettem a pentester szemüveget, vagy hát inkább pentester szemellenzőt. Ugye én ebben mozgok, és én így néztem mindent, hogy na, ez most kihasználható, vagy nem. És ezért nálam egy alacsonyabb besorolású hibába esett ez a jelenlegi eset. Nagyon jó hasonlat az, hogy a sérülékenység vizsgálat az az, hogyha látod azt, hogy van egy ház, ami nyitva van az ajtó résnyire, akkor azt mondod, hogy oké, okay, itt be lehetne menni, és el lehetne lopni a tévét. Még talán akkor is, hogyha látod azt, hogy ajtórésen keresztül, hogy van benne egy ordas nagy pitbull. Mert esetleg egyéb hibákat is kihasználva, a pitbull döglött, a pitbull meg van kötve a házon belül, a pitbull csak műanyag, nem tudom, tehát ezeket a hibákat kihasználva, plusz az ajtót, igen, el tudnád lopni a tévét. Pentestnél azért más a helyzet. Tehát Pentestnél nem nézelődsz így, hanem odamész, megpróbálod berúgni az ajtót, akkor is, hogyha nyitva van. Ha a Mazdid van, akkor a pitbull tényleg meg van kötve, és ellopod a tévét. És hogyha találsz egy kulcsot a konyhaasztalon, amire rá van írva, hogy telek, meg egy cím hozzá, akkor megfogod a kulcsot, elmész a telekre, és ellopod a permetezőt is. De itt pentestnél ugye ezeket meg kell tenni, és pentestnél igenis van annak szerepe, hogy azt valóban meg tudod tenni, vagy csak a lehetőséget látod rá. Tehát, hogy valóban kihasználható-e a rés. És sérülékenységvizsgálatnál gyakorlatilag az van, hogy itt van az ajtó, ez probléma. Akkor is, ha van pitbull, akkor is, hogy a riasztó van, tök mindegy, az ajtónak zárva kellene lennie. Úgyhogy ilyen metodológiai és módszertani kommunikációs zűr csúszott ide be, mert hogy ebből az oldalból, vagy erről az oldalról nem vizsgáltam meg ezt a kérdést, hanem a saját hülye elképzelésemet nyomtam rögtön első idegből. És igazából ez a legnagyobb probléma, hogy hirtelen felúlásból, idegből toltam egy saját véleményt, anélkül, hogy átgondoltam volna ezt a dolgot rendesen. Mert azért lássuk be, hogy vannak lehetőségek itt is. És lássuk be azt, hogy bizony azért nem olyan kis probléma az, hogy megjelenik egy jelszó, még akkor is, hogyha az generáltnak tűnik, mert honnan tudod, ugyebár, hogy az valóban egy generált jelszó. És onnan tudod, hogy nem volt lusta a fejlesztő, és nem használta ugyanezt a jelszót valami szervernél, mondjuk admin hozzáféréshez, vagy akár csak a sima saját userénél. Tehát igen, vannak azért olyan lehetőségek, hogy meg kellett volna vizsgálni. És hogyha azt nézem, akkor egy ilyen probléma, hogy megjelenik éles rendszerben egy jelszó, egy exception hatására, és nem azt nézem, hogy lásd a pitbull nyitott ajtó esetén, hogy ilyen esetben ezt ki tudom már használni, hanem azt, hogy igen, ez egy nagy probléma, akkor ezt a problémát valóban lehet, sőt, igazából kell is kritikus besorolásúvá minősíteni, mert ennek a jelszónak, sőt, semmilyen jelszónak soha semmilyen szín alatt nem szabadna kikerülnie. És itt el kell attól tekinteni, hogy ez most per pillanat jelen információk alapján, jelen kép alapján kihasználható, vagy nem. Mert ennek a jelszónak nem kellett volna ott lennie. És ugye visszakanyarodunk oda, hogy egyetlen kép alapján. És tudod, hogyha van egy almád, az egyik fele rohadt, akkor aki a rohadt felét nézi, azt fogja mondani, hogy ez egy rohadt alma. Aki a szép felét nézi, azt fogja mondani, hogy ez egy guszta alma, és igazából nincs az esemény baj, hiszen ezt a felét még mondjuk meg lehetne enni. És hogyha pentesterként nézem, akkor igen, mondhatjuk úgy, hogy az almának én itt a szebbik felét láttam, hiszen azt láttam, hogy ennek az egy képnek az alapján ugye nem lehet kihasználni ezt a sérülékenységet. De ez ugyanúgy feltételezés, mint hogyha azt mondanám, vagy ahogy mondták a szakértő vagy szakértők az indexnek, hogy kihasználható lehetne. Az is feltételezés, ez is feltételezés. Egyetlen kép alapján ezt lehetetlen megmondani. És hát igen, támadóként ez, hogyha pentesterként nézem, akkor ez egy információ volt, de nem egy rögtön is azonnal kihasználható sérülékenység. Persze, lehet, hogy tényleg van jelszó újrahasználás, és utána megnéztem volna a mondjuk a szerver a telek, és ezt a jelszót
ezt vehetjük úgy, mint a húsomó a telekhez. Tehát akkor igen, lehet, hogy be lehet jutni, és még sokkal durvább dolgokat lehet csinálni ezzel a rendszerrel. Ez valószínűleg nem fog soha kiderülni. Szóval igen, azt hiszem, hogy ez itt most a bocsánatkérésnek a helye. És azt nem mondom, hogy könnyű, meg nem mondom, hogy hű, de fel voltam erre készülve, de azt gondolom, hogy itt van a helye. Mert hülye voltam, és ezt el kell ismerni, mert a stílus nem volt olyan, mint amilyennek lennie kellett volna, és ezt is el kell ismernem. Úgyhogy bocsánat kérek mindenkitől, akit megbántottam, akár esetleg személyében, akár a szakmai dolgokban, vagy akárhogy. Szóval igen, hülye voltam. És tudjátok, gondolkoztam rajta, hogy azt a videót, azt levegyem, vagy nem. De én azt gondolom, hogy ami egyszer megtörtént, az ott van úgyis a neten. Ha letörölném, lehet, hogy előkerülne újra, de egyébként is ott van. Láttátok, sokan láttátok. Nem akarom így kozmetikázni se a csatornát, se magamat, hogy ezt leveszem, mint ha meg se történt volna. Sokkal inkább gondolom azt, hogy maradjon ott az a videó. Igen, ember vagyok. Hülye voltam, hibáztam, és ezzel a videóval, ha valamit lehet, akkor próbálok enyhíteni ennek a súlyán, és elmondani nektek azt, hogy mi is volt ennek az egésznek a hátterében. És persze egyáltalán nem azért csinálom ezt a vlogot, hogy bárkit megbántsak, vagy hogy a szakma ellen menjek, vagy magamat ilyen szuperhackerként tüntessen föl, hogy éreztem mindenkinél jobban tudok mindent, mert ez egyrészt egyszerűen nem lenne igaz, másrészt pedig ez nem én vagyok. És nagyon sok olyan hacker van Magyarországon, akire nagyon is fölnézek, és hát igen, szóval én azt gondolom, hogy ők azért így, ha esetleg látták a videót, akkor biztos fölvonták a szemöldőket, és na, mindegy. Szóval se a stílus, se mondani való. Az a videó, ez nem volt a helyén. Úgyhogy bocsánatot kérek mindenkitől ezért. Remélem, hogy megértitek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. És most megyek és felírom valóval pirossal, hogy első idegből nem forgatok videót. Soha. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Hello!